Az elhízás és a mozgás hiánya is fokozza a koronavírus betegség által okozott kockázatot. A fertőzöttek állapotát szintén súlyosbíthatja a dohányzás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a tüdő, a szív- és érrendszeri, valamint a krónikus betegségek is. A legnagyobb egészségügyi kockázatot a koronavírus fertőzöttek számára az elhízás mellett a dohányzás, a cukorbetegség, a kezeletlen magas vérnyomás, a tüdő, a szív- és érrendszeri, valamint a krónikus betegségek jelentik. A lélegeztetőgépre kötött koronavírusos betegek 90%-a volt túlsúlyos mindeddig. Hívta fel a figyelmet dr. Simonyi Gábor, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára. Nemzetközi adatok azt mutatják, hogy az elhízás szorosan összefüggésben van a COVID-fertőzés súlyosságával, és hát tulajdonképpen olyan összefüggést is kimutattak, hogy az elhízottak mintegy kétszeres eséllyel kerültek intenzív osztályra, mint a nem elhízottak. Azokban az országokban, ahol az elhízás a társadalom jelentős részét érinti, tehát a felnőttek körében kiugró a túlsúlyosak aránya, fiatalabb koronavírus fertőzöttek is nagy számban kerülnek intenzív osztályra és szorulnak lélegeztetőgépre. Továbbá a nagyobb testtömegű koronavírusos betegek esetében a lélegeztetésnél is számos nehézség jelentkezik, világított rá az orvos szakértő. A hasi típusú zsír felszaporodik, és azért az elhízottak nagy részére ez jellemző, az azt jelenti, hogy ennek hely kell a hasüregben, és hát ugye minek rovására tud terjedni a hasüregi zsír, ugye, hogy feljebb tolja a rekeszt, tehát elhízottakban eleve beszűkült lehet a légzési kapacitás, nem is beszélve arról, hogy a nagy mennyiségű, a mellkason felhalmozódó zsírszövet mechanikusan is akadályozhatja a lélegeztetést. A Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára hozzátette, a túlsúly számos más egészségügyi probléma kiváltó oka is lehet. A szív- és érrendszeri betegségek mellett a daganatok is ide tartoznak. Dr. Simonyi Gábor emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság mintegy 30%-a elhízott, amivel a képzeletbeli dobogó harmadik helyét érdemeltük ki a világban.